a magyar honvédségre sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, mint ahogy azt tettük az elmúlt évtizedekben. A hazavédelme nemzeti ügy, minden magyar állampolgár kötelessége. Így fogalmazott dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter Salgó Tarjánban a Megyeházán november 14-én. Hosszú távú cél, hogy a magyar honvédség a térség meghatározó, jól képzett és jól felszerelt katonákból álló hadereje legyen. Ezt a feladatot csakis békeidőben lehet megvalósítani, ezért indult a Zrínyi 2026 komplex honvédelmi és haderőfejlesztési program. A kezdeményezés lényegi elemeit mutatta be a honvédelmi miniszter a Nógrádi megye székhelyen. A hosszú távú fejlesztés középpontjában a katonák állnak, támogatásukra korrekt a lakhatási és illetményrendszert dolgoztak ki. Most 8900 önkéntes katonánk van. És az a tervünk, hogy a program végére 2026-ra mintegy 20000 önkéntes tartalékos katonánk legyen. De nem parancsszóra, önkéntesség, az önkéntesség. Mivel tudjuk ezt megvalósítani? A hazafias honvédelmi nevelés. Komolyan vételével. Hogy szóljak röviden a program másik részéről is, a haderőfejlesztéstől. Elmondtam, 2003-ban a technikai eszközök nagy részét eladtuk. Lenulláztuk a magyar honvédséget, amit újjá kell építeni. De a kor kihívásainak megfelelő eszközökkel. Tehát a 21. század kihívásait kezelni képes eszközökkel. Kiválóan felkészített katonákkal, a hazájuk iránt elkötelezett, lojális emberekkel. A honvédelmi miniszter azt is kiemelte, egyre több fiatal csatlakozik a tartalékos rendszerhez. Végső cél egy olyan korszerű magyar honvédség kialakítása, ahol a legjobbakra lehet támaszkodni, amennyiben szükségszerű lenne a béke megóvása.